Kedves hallgató! A hangos könyv elsősorban vakok és gyengéllátók számára készült, de bárki szabadon és ingyenesen hallgathatja. A felolvasást gépi úton végezzük, ezért az esetlegesen előforduló téves kiejtésért és furcsa hangsúlyozásért szíves megértését kérjük. Nagy Károly, a végzetes tánc Első rész A dráma előjátéka már a harmadik felvonásra gördült fel a függöny, mikor Bánki Péter, nyugalmazott miniszter megérkezett a páholyba. Kezet csókolt a feleségének és könnyedén megérintette gyermekei vállát. Miklós és Dita egy-egy mosolyt küldtek feléje, de a kegyelmes asszony szemre hányóan nézett rá. Ne haragudj, kedves, mondta Bánki Péter, a tanácskozás nagyon elhúzódott. Semmiképpen sem szabadultam meg előbb. Ez az utolsó este, amit Miklós itthon tölt, felelte halkan az asszony, és még ma sem lehettünk végig együtt. Miklós odahajolt hozzájuk. Ne bántsd a pust, anyus! Mondta. Kipótoljuk a dolgot. Elmegyünk utána valahová. Rendben van, apa? A miniszter beleegyezően bólintott. Rendben van, Miki. Majd megbeszéljük. Most már az asszony is megbékült. Vállával békülékenyen simult az ura vállához. A gyerekek tovább figyelték nagy érdeklődéssel a darabot. Ő azonban az urát nézte és gondolkozott. A 26 esztendőre gondolt, a 26 zavartalan, gyönyörű esztendőre, amit együtt töltöttek el. A cseresznye virágos tavaszra gondolt Tokióban, ahová nászútra mentek, mikor Pétert oda helyezték, mint követségi titkárt. Tizenegy évig tartott a nászutunk, gondolta és erre az ötletre ismét elmosolyodott. Megint az urára nézett. Milyen szép és milyen fiatal. Gondolta, 54 éves. Nem. 53. Tíz évvel idősebb, mint én. Felsóhajtott. Igen, fiatalok vagyunk még, gondolta és behunyta a szemét egy pillanatra, de mikor kinyitotta, pillantása a gyerekekre esett és könnyű borzongást érzett. Fiatalság. Tűnődött. Nem, ez már mégis elmúlt. Ezek itt a fiatalok. Végtelen szeretettel nézett a két szép nagy gyerekre. És lassanként felderült ismét. A folytatás. Gondolta. Bár az ő életük is olyan szép, zavartalan és virágos volna, mint a miénk volt. Bánki, mintha megérezte volna az asszony gondolatait, gyöngéden átkarolta a vállát. Péter. Súgta az asszony, olyan jó, hogy itt vagy. A férfi mosolygott és újai erősebben szorították a felesége vállát. Aztán a darabot nézték ők is, önfeledten. A függöny legördült és a hatalmas nézőtér kivilágosodott. Bánkiék felálltak és lassan kifelé indultak. Nos, Miki, mondta Bánki a fiának, hová akarsz menni? Proponálj valamit. Ó, én már meg is beszéltem Ditával. A kaszanovába megyünk. Lokálba? Igen. Remélem, nincs ellene kifogásod. Őszintén szólva, van. Tudod, hogy nem szeretem túlságosan a lokálokat. Nem is tartom helyesnek, hogy Ditát odavigyük. Ugyan, ez túlzás apa. Dita nagylány március. Felnőtt ember. A kaszanova igen rendes hely, előkelő, válogatott közönsége van. Bánki most a lányához fordult. Na, te felnőtt ember, Hát csak ugyanúgy szeretnél oda menni. Igen, apus. Csak nem akarsz megfosztani ettől az örömtől. Egyenesen szégyellem, hogy még sohasem voltam bárban. Bánki nevetett. Na, soha ne legyen nagyobb szégyelni valód, fiacskám. Hát nem bánom, menjünk el. Hangsúlyozom azonban, hogy csak Miklósra való tekintettel állok el az elveintől. Ugyanapus, konzervatív vagy. Lehet. Ti fiatalok, gondolom, nagyon lenézitek a magamfajta öregmedvék konzervativizmusát, de hát. Honnan tudjátok, hogy ez a helyes, amit ti gondoltok és ti tesztek? Dita vállat vont. Félreért ez bennünket, apa. Bennünket és a körülményeinket. A kor, amelyben élünk. A kor, a kor. Vágott közbe élénken a miniszter. Mindig ezzel jöttök. A mi időnkben mi voltunk a modernek, az öregeinkhez képest. De mi ismertünk határokat. A határok azóta kitágultak, jegyezte meg Miklós. Igen. Ti tágítottátok ki őket. Erőszakkal. Türelmetlenül legyintett. Na, hagyjuk. Veletek úgy sem lehet vitatkozni. Megszerídülve, rezignáltan tette hozzá. Én különben is nem akarom elrontani a hangulatotokat. Hiszen mulatni megyünk. Dita ártatlan arccal mondta. Nem csak mulatni, apus. Vacsorázni is. Pokoria néhes vagyok. Úgy érzem, koldussá eszem ma a családot. Leértek az utcára. A hatalmas sötétkék autó hangtalanul gördült melléjük. A sofőr levette a sapkáját és kinyitotta az ajtót. Haza, kegyelmes uram! Nem, nem haza, János! A Kaszanova mulatóhoz. A sofőr beült a volán mellé és az autó elindult a villanyfényes körúton egy végzetes éjszaka felé. A kaszanova mulató bordóbársony tapétás falán kis kékernyői lámpák égtek. Ezek a barátságos, kis kék fényecskék otthonossá tették a hangulatot. A forgó táncparketten estélyi ruhás nők és férfiak táncoltak összefonódva a zeneütemére. Dita nagyszerűen érezte magát, mikor körülnézett. Először életében volt ilyen helyen. A halkjárású pincérekből az angol lordhoz hasonló főpincérből, a bárlányok deréki kivágott estéi ruhájából és szandálcipőjük résein kivillanó, vörösre lakkozott lábújaiból, a pesgős dugók durranásaiból és a nagyszerűen összeállított jazzband vagy szinkópáiból az a bizonyos félvilági levegő árat feléje, amelyet eddig csak messziről irigyelt és csodált. A vacsora kitűnő volt. A pesgő nem különben. Dita némi közelharc után cigarettára gyújtott, aztán hátradőlt a páholy plüstíványán és nem titkolt érdeklődéssel nézte a műsorszámokat. Egy két tánc szám, egy két artista produkció után elsötétült a terem és egy lila reflektor fénynyalábjában megjelent a mulató híres nagy száma. Dita az előtte fekvő műsorra tekintett. Mr. Henry és Lia Robs, olvasta. Mr. Henry jónövésű alakján remekbe szabott frak feszült. Vakító mellén két gyémánt gomszikrázott. Hosszúkás, vékony fekete bajusza volt. Két halántékán erősen őszült. Ilyen szép és mégis férfias férfi csak amerikai filmeken láttam eddig. Gondolta Dita és egy pillanatra lehunyta a szemét. Mikor újra kinyitotta, Mr. Henry mellé már a parketre lépett a partnernője is. Magas, vöröshajú, fehér ruhás nő volt. A földigérő fehér ruha jobb oldalon térden felül fel volt hasítva, és minden mozdulatnál kivillant a formás, hosszú, izmos lábszár. Ez a tánc igazán nagy szám volt. Kecsességében, tökéletességében és mondénségében annyi varázs volt, hogy Dita testén forró hullám szökött végig, ahogy nézte. Ez a tánc felforgatta és megzavarta lelki egyensúlyát. Minden esztétikai finomsága mellett is volt benne valami szemérmetlen, vad erő. Ez a tánc különös volt és nyugtalanító. A két pompás test összehangoltsága arcába kergette Ditának a vért. Maga sem tudta, hogy mi van vele. Arca lángolt, halántéka lüktetett, szíve hevesen dobogott és a cigaretta remegett a kezében. Aztán már csak a férfit nézte, amint könnyedén és fölényesen karolja át a lány derekát, amint hidegen mosolyogva, senkire sem nézően pillantott el a páholyok fölött és amikor akaratlanul is összehasonlította azokkal a fiúkkal, akik eddig udvarolgattak neki, fanyarul, szinte megvetően elmosolyodott. Ez férfi, Gondolta, de rögtön rettenetesen elszégyelte magát. Nagy erőfeszítéssel letépte szemeit a táncosról és lopva pillantást vetett szüleire és a bátyjára. De azok nem vettek észre semmit. A tánc, amely az ő számára végzetes volt, nekik csak esztétikai örömet okozott, legfeljebb Miklós fészkelődött egy kicsit, ha néha kivillant a hosszú, izmos lábszár, a táncosnő fehér ruhája alól. Nem vették észre, hogy már nem az a Dita mellettük, akit 18 éven keresztül ismertek, hanem valaki, aki asszonyá érett egyetlen tánctól, aki felgyúlt érzékekkel, lángra lobbant vágyal a szívében és valami különös fanyar ízzel a szájában, zavartan, szinte eszméletlenül emeli szájához a pesgős poharat, hogy a hideg itallal próbálja enyhíteni azt a forróságot, amely belsejében ég. Elkáprázott a szeme, mikor a mulató kivilágosodott. Mr. Henry és partnernője gépies mosolyjal hajlongott a rájuk záporozó villanyfényben és tapszuhatakban. Aztán eltűntek egy kis csapóajtóban és Dita megkönnyebbülten lélegzett fel, mint aki nyugtalanító álomból ébred. A szám után a közönség táncolt és Dita Miklóssal ment a parketre. Miklós jól táncolt és szellemes társalgó volt, Dita azonban szórakozottan és csak félfüllel hallgatta bátyja tréfáit. Jó volna elmenni innen. Gondolta. Hazamenni, lefeküdni, mélyen elaludni és holnapra elfelejteni ezt az egész muratót. Az egyik fordulónál rémülten kapta szájához a kezét, hogy fel ne sikolcson. A csapóajtó közelében állt Mr. Henry, kifogástalan fraktyában, őszülő harántékával, cigarettával a szájában, és őt nézte. Igen, semmi kétség. A férfi őt nézi. Nem tolakodóan, de félreérthetetlenül. Nem mosolyog, de a szemében van valami kis fölényes derű. És kihívás. Dita elfordította a fejét és mereven bámult az egyik kis két lámpára, a táncos tekintetétől azonban nem tudott szabadulni. Ez a tekintet varázsos erővel vonzotta. Ellenállhatatlanul húzta magához. A leány végül is feladta a reménytelen küzdelmet, és hosszan belenézett a férfi hideg, szürke szemébe. Sokáig néztek farkas szemet, aztán a férfi alig észrevehetően bólintott cigarettáját egy hamutartóba nyomta és eltűnt a csapóajtó mögött. A tánc véget ért. Dita, Miklóssal a nyomában bizonytalan léptekkel indult a páholyuk felé. Mi az Dita, hallotta a bátyja hangját. Mi van veled? Mi volna? Semmi. Dehogy nem. Szórakozott vagy, a kérdéseimre nem felelsz, talán nem is hallod, én azt hiszem, sokat ittál. Ugyan. Hát akkor mi van? Semmi, ha mondom. Fáj egy kicsit a lejem. Szeretnék hazamenni. Ne beszélj bolondságokat. Én most kezdem igazán jól érezni magamat. Azon kívül ennek a Henry lesz még egy száma. Azt okvetlenül látni akarom. Pokorian tudnak. Most hallottam különben, hogy mind a kettő magyar. Dita kétségbe esetten simított végig a homlokán. Hát nem lehet menekülni, gondolta. Keményen összeszorította a fogát és elhatározta, hogy mihelyt páholyukba érnek, megkéri az anyját, hogy azonnal menjenek. Anyuskám! Kezdte. Én. Anyja azonban élénken közbevágott. Képzeljétek gyerekek, apus megígérte, hogy a következő táncnál mi is lemegyünk a parketre. Úgy örülök. Dita elhallgatott. Anyja élénken csillogó szemmel folytatta. Nektek persze ez nem szenzáció, de nekem, nekem gondoljátok el, hogy már nyolc éve nem táncoltunk. Dita tehetetlen volt. Csak annyit tudott mondani. Én is örülök, mama. És megértem az örömödet. Mikor a Henry duó ismét megjelent, a férfinlapos, széles karimájú, szombréró volt, rövid, spanyol kabát és sarkancsús cipő. A leányvállány gyönyörű, piros spanyol kendő. Egy-egy virágokkal telt kis kosarat tettek le a parket szélére. Aztán táncolni kezdtek. A régi 32 figurás, dobogós argentinai tangót táncolták. Mozdulataikban valami félelmetes erő és vadság volt. A nagy, piros spanyolkendő úgy járt, cikázott a levegőben, mint egy óriási, kiterjesztett szárnyú pillangó. Dita elhatározta, hogy nem fog oda nézni, de nem tudta megállani. A férfi tekintete újra és újra elkapta a pillantását. A tánc végén felemelték a kosarakat és a kis virágcsokrokat a közönség közé hajították. Az utolsó csokor Dita ölébe esett. Dita maga sem tudta miért, félve vette kezébe a csokrot. Arcához akarta emelni. Elsápadt és visszaejtette az ölébe. A csokorban kis papír szeletet vett észre. Levelet írt. Gondolta és páni félelem vett rajta erőt. Levelet mert írni nekem. Micsoda tolakodás. Azonnal elhatározta, hogy a csokrot benne lévő levéllel együtt itt felejti. Különös, kettős érzés vette hatalmába. Felháborodása őszinte volt, ugyanakkor tetszett is neki a férfi fölényes bátorsága és szemtelen leleményessége. Félszegen és szótlanul ült a helyén, és már táncolni nem volt kedve. Fél kettőkor a miniszter magához intette a főpincért és fizetett. Elindultak kifelé, Bánki azonban hátrafordult. A virágodat nem viszed el, Dita. De, de igen, apus. Elfelejtettem, mondta a reány kiszáradtorokkal. Ott állt szobájában, a nyitott ablak előtt és kezében tartotta a csokrot. Nem tudta kidobni. Elvégre nem történik semmi, ha elolvasom. Mondta. Ez csak nem bűn visszafordult és letette a csokrot az asztalra. A szekrényből kis cigarettás dobozt vett elő, rágyújtott és az asztalra könyökölve sokáig nézett farkas szemet a csokorral. Aztán hirtelen elhatározással kivette a cédulát a virágok közül. Szíve a torkában dobogott, mikor olvasta. Szerdán délután a kertcukrázdában várom. Csak ennyi. Dita dühösen gyűrtéje össze a papír papírszeletet. Hát ez mégiscsak szemtelenség. Mi vagyok én, hogy csak úgy oda lehet rendelni valahová? Mint valami bárleányt? Úgy látszik, csak ilyenekkel volt eddig dolga. Apró darabokra szakította a papírt, és az ablakhoz lépve lefújta a tenyeréről. A kis papír darabkák csendesen libegtek lefelé. Dita, kihajolva, sokáig nézett utánuk és két könycsebb gurult végig az arcán. Szerdán délután négy órakor a kert várom. Ez a pár szó zsongott a fülében két nap óta. Elrontotta az álmát, a hangulatát. Sértődöttségét valami különös bizonytalanság váltotta fel. Ebből a bizonytalanságból szerdán kétségbe esett, kapkodó idegeskedés fejlődött. A szép, szőke, barna szemű, kisportolt testű, kulturált, energikus egyéniségű lányból ezen a napon gyenge kis hisztérika lett. Egy váratlan szóra összerezzent, öt percenként sírva fakadt. Szüleit kerülte, mert félt, hogy észrevesznek valamit. Délután három órakor egy pillanatra az jutott eszébe, hogy mi lenne, ha elmenne a találkára. A következő pillanatban rémülten hessegette el magától a lehetetlen gondolatot, és hogy bebiztosítsa magát, egy lehetséges újabb gyenge pillanat ellen felhívta telefonon egyik barátnőjét. Halló, mondta, te vagy az Ellie? Igen. Itt Dita. Mit csinálsz ma délután? Semmit. Nincs programom. Akkor oda jövök. Nagyszerű lesz. Úgy is annyi mesélni valóm van. Képzeld csak, Pista szakított teklával, és tegnap utánam jött a szigetre. Egész délután együtt sétáltunk. Amikor a romokhoz értünk, elkapta a derekamat és megcsókolt. Azt mondta, hogy Dita türelmetlenül hallgatta. És Tibor megtudta, hogy vele voltam a szigeten. Gondolhatod, hogy mennyire dühöngött. Én persze csak röhögtem. Milyen szegényes ez az egész? Gondolt a Dita. És milyen szintelen? Mi ez ahhoz a nagy kalandhoz képest, amelyet én most elszalasztok, mert erkölcsi skrupulusaim vannak? De a többit majd, ha itt leszel. Mert pista ugyan. Viszont, Tibor, mégis. És mi volna a véleményed, ha azt mondanám, hogy a sanyi? Ditának keserű lett a szájíze. Hát ez a szimultán flörtölés becsületesebb. Gondolta. Hangosan azonban ezt mondta. Helyes, majd megbeszéljük. Négyre ott vagyok. Letette a kagylót. Szerdán délután négy órakor. Szerdán délután négy órakor. Szinte öntudatlanul súgta maga elé ezt a négy szót, és pillantása a nagy órára esett. Három óra tíz perc. Lefeküdt a díványra, és új cigarettára gyújtott. A komorna lépett be. Kisasszony, a kegyelmes asszony kérdezteti, hogy el tetszik-e menni ma délután? Elmegyek. A. Lukácsékhoz. Igenis. Az anyám itthon marad? Nem. Telegdi méltóságoséghoz megy. Persze, persze, hiszen ma Bridgel. Jó, köszönöm. A komornak kiment. Dita ismét az órára nézett. Fél négy. Elővett egy könyvet és olvasni próbált. Minden erejét megfeszítette, hogy figyelmét az olvasnivalóra összpontosítsa, de nem sikerült. Felkelt, a zongorához ült, türelmetlenül lejátszott egy etűdöt, aztán visszafeküdt. Gondolattalanul és mozdulatlanul feküdt egy darabig, aztán megint rápillantott az órára. Tíz perc múlva négy. Felugrott. Gyors mozdulattal húzta fejébe a sapkát és felkapta puha, bő, szürke kabátját. Mikor készen volt, feltárcsázta Elliék számát. Te vagy Ellie? Igen. Fiacskám, közbe jött valami. Nem jöhetek. De Dita, hiszen. Ne haragudj, drágám. Nem tehetek róla. Pedig szerettem volna megtudni a véleményedet. Én ugyanis azt hiszem, hogy mégis Sanyi a legjobb megoldás. Legrosszabb esetben Sanyi és a Pista. Igen, azt hiszem, ennyi elég lesz. Mondta Dita türelmetlenül. Holnap feljövök. Szervusz! Letette a kagylót. Egy pillanatig az izgalomtól elfulladva áldogált. Szédült, nem tudott gondolkozni. Aztán gyors mozdulattal felkapta retiküjét, kesztyűjét és kiszaladt a szobából. Mikor az utcára ért, intett egy taxinak. Kert kiáltotta a sofőrnek. Ott ült a kertcukrászda egyik páholyában és zavartan kavargatta teáját. Maga sem értette teljesen, hogyan került ide. Valami furcsa szélvész kergette, vitte, hajszolta, sodorta, ellenállhatatlan erővel. Mi lesz ebből? Döbbent át rajta a rémület. A kanál csörrenve hult ki a kezéből. Megbénulva nézett arra a magas, lenyűgözően jól öltözött, kemény tekintetű és mégis mosolygó szájú férfire, aki szó nélkül állt az asztala előtt. Dita erőtlenül és tehetetlenül visszamosolygott rá. Ez a mosoly gépies volt. Mintha transzban lenne. Mi ez? Mi ez? Kérdezte önmagától hangtalanul. Hová lett az erőm és a fölényem? Hiszen ez nem én vagyok a férfi pedig biztos mozdulattal nyúlt a leány keze után. Egy pillanatig a kezében tartotta a keskeny, fehér kezet, aztán ráhajolt és kifogástalan udvariassággal megcsókolta. Köszönöm, hogy eljött. Mondta. Dita nagy erőfeszítéssel legyűrtéje izgalmát és belenézett a férfi szürke szemébe. Valószínű, hogy most követtem el életem legnagyobb hibáját. Tudom, hogy nem lett volna szabad eljönnöm, és mégis itt vagyok. Azt hiszem, nagy könnyelműség volt. Amíg csak kitüntet azzal, hogy szóba áll velem, állandóan egy lesz a célom, hogy bebizonyítsam, mennyire téved. Higgy el, nem fogja megbánni ezt a lépést, amelyet most még könnyelműségnek tart. Konyakot rendelt. Az italt szódavízzel hígította fel és ivott egy kortyot. Közben állandóan beszélt. Dita szinte lenyűgözve hallgatta. A maga úri négy fal közé zárt életéből hiányzott eddig egy szín, kedves? Elhiszi, ha azt mondom, hogy én voltam ez a szín? Igen, higgy el nekem. Mert mit látott, mit érzett meg eddig ebből a szép, nagy életből? Semmit. Vagy legalábbis nagyon keveset egy bál, egy zsúr, esetleg egy külföldi nyaralás. Nem érzi, hogy ezen kívül mi minden van még. Csodálatos, színes, nagyszerű dolgok, amikről eddig legfeljebb, ha olvasott egyet mást. Azt is titokban, hogy a mamája észre ne vegye. Tudja, hogy mit hozok én a maga életébe. Az éjszaka fényeit, kis piros izgalmakat. Kalandok szagát és ízét. Melyik fiatal leány nem vágyik kalandok szokatlan élmények után? Nos, én egy személyben megtestesítem magának mindazt, amit eddig várt. Mesélni fogok magának mindenről? Egy pillanatig hallgatott. Ismét megfogta a leány kezét, és halkan mondta: Én tudom, hogy maga meg akart szidni a vakmerőségem miatt, a mód miatt, ahogy ide hívtam, de lássa be, hogy enélkül sohasem jött volna ide. És most, hogy itt van, most én nagyon boldog vagyok? Dita elkábult. Így még nem beszélt vele senki. Ilyen rafináltan, simán és mégis fölényesen. A fiúk, akikkel eddig dolga volt, elágyultak a gyönyörűségtől, ha udvarolhattak neki, és csak dadogni tudtak. Ez más volt. Valami egészen új. A férfi pedig mesélt. A lokárok furcsa, perzselő levegője árat minden szavából. Az éjszakai világ minden pompája és minden félelmessége bontakozott ki előtte, mint egy éjjelnyitó virág hatalmas szírmai. Olyan volt az egész, mint egy álom. Olyan volt, mint amikor valaki egy új világot fedez fel. Mikor egy óra múlva elváltak, Dita az első szóra beleegyezett, hogy másnap is találkozzanak. Szeretlek, Harry! Mondta Dita. Hidd el, hogy szeretlek! a férfi türelmetlenül legintett cigarettát tartó bal kezével. Szavak! Ezek csak szavak? Üres beszéd! Azt mondom, amit érzek? Hagyjuk ezt! Ha így volna, nem mennél el. Értsd meg, hogy el kell mennem. A karrierem, az egész eljövendő életem függ tőle. Különben is a szüleim így határoztak. Ez az esztendő kell még a római konzervatóriumban. Akkor kész zongora művésznő leszek. Te tudod, hogy mit jelent ez, hiszen neked is tapsolnak. Henry vállat mond. Rossz kedvűen mondta. Lehet. Nem tudom. Nem fontos. Csak egy a fontos, hogy szeretsz és nem akarod bebizonyítani. Hogyan bizonyítsam be? Unom ezt a cukrázdát, már negyedszer vagyunk itt. Gyere fel hozzám. Mi? Mit beszélsz? Azt mondtam, gyere fel hozzám! Megőrültél! A férfi elkomolyodott. Halkan mondta. Ha megőrültem volna, az sem lenne csoda. Itt ülünk ebben a cukrászdában, vagy sétálunk. Egy-egy lopott, félveadott csókkal kínozzuk magunkat. Nem érzed, milyen fonák ez a helyzet? Akkor sem mehetek hozzád. Nem vagyok olyan, aki. Henry megfogta a reány kezét. Dita megremegett. Tudom. Tudom, hogy egészen más vagy. Ezt én érzem a legjobban. Fogalmad sincs róla, mit jelent nekem, hogy belekerültél az életembe. Hogy mit jelent nekem az a levegő, amit melletted szívok. Hogy mit jelent nekem az a tisztaság, amit a szemedben látok. És mégis, fel kell jönnöd. Itt még csak ki sem beszélgethetjük magunkat. Ha hozzád érek, minden szem rajtunk van. Egyébként nem kérek egyebet, csak öt percet. Öt percre gyere fel. Nézz körül. Hát nem vagy kíváncsi rá, hogyan lakom? Hogy élek? És még azt mered mondani, hogy szeretsz? Dita lehajtotta a fejét. Nem felelt. Érts meg jól. Folytatta a férfi. Nyugodtan feljöhetsz. Meg akarlak csókolni, utoljára. Nyugodtan. El akarok búcsúzni tőled, mert bevallom, hogy én is, hogy te nekem azt jelented, ami, amit hiszérezheted. Halkan beszélt. A szavak úgy zsongták körül a lányt, mint egy jól eső langyos fürdő. Nyugodtan feljöhetsz, Dita. Nem tagadhatod meg tőlem ezt az öt percet. Nem fog történni semmi, amit te nem akarsz. Ugye feljössz? Holnap? Dita nem nézett fel. Kínódva suttogta. Nem, nem jöhetek. De igen, Dita. Fel kell jönnöd. Ugye feljössz? Csend volt. Hosszú másodpercekig. Aztán a lány felemelte a fejét. Vizsgálódva nézett a férfi szemébe. Helyes. Mondta aztán. Feljövök. A világ nagyvárosainak egyhangú hotelszobái után, a Bajza utca hármas számú villa földszinti lakásában pihent meg minden évben két hónapon keresztül Henry. Ha Pestre jött, mindig ebben a lakásban lakott. Jó volt érezni, hogy van valahol egy kis otthona. Ebbe a lakásba surrant be másnap délután fél öt kordita. Lihegve, sápattan támaszkodott a falnak, amíg a férfi becsukta az ajtót bevezette a szobába a leányt. Még most sem hiszem el, hogy itt vagy. Mondta mosolyogva. Én magam sem. Ez nem is én vagyok talán. Ilyen őrültséget még nem követtem el soha. De megígértem, hát eljöttem. A férfi csendesen ingatta a fejét. Nem igaz, Dita. Nem azért jöttél, mert megígérted. Azért, mert szeretsz. A lány ránézett és hirtelen elmosolyodott. Az asztalhoz lépett. Cigarettát vett és rágyújtott. Tévedsz, Henry, mondta. Én, én nem szeretlek. A táncos meglepődve nézett rá. Nem szeretsz? Mondta csodálkozva. Nem értem. Hiszen még tegnap? Úgy van. Tegnap még igen. Legalábbis azt hittem. Mikor tegnap meghívtál ide, nagyon megijedtem. Hazamentem és elkezdtem gondolkozni, hogy mi lesz ebből az egész dologból. Nagyon sokat gondolkoztam. Nem aludtam az éjjel. És egyszerre, egész váratlanul rájöttem, hogy nem szeretlek. Valami roppant nagy felszabadulást éreztem. Emlékszem, hangosan felkacagtam örömömben. Mert nagy öröm az nekem, hogy nem szeretlek? Hogy nem téged szeretlek, hanem azt az új világot, amit rajtad keresztül ismertem meg? Hogy csak szavaidat szeretem, melyek úgy cirógatnak körül, mint valami finom kis szellő egy tavaszi estén? Egyszerre könnyű lettem! Problémáim megoldódtak! Rájöttem, hogy az egész egy nagy, nagy tévedés volt. Imponált nekem a fölényed, a férfias keménységed, a határozottságod. Új volt és szokatlan. De tegnap, amikor először tudtam tárgyilagosan gondolkozni rólad, rájöttem, hogy alapjában véve mindennapi ember vagy. Olyan, mint a többi. Rossz szemszögből néztelek. Rájöttem, hogy ami imponált nekem benned, csak eszme volt és nem tény. Ezért jöttem fel ilyen nyugodtan. Nem kell félnem semmitől. Sőt, ha akarod, nem is öt percet töltök itt, hanem akár egy negyed órát is. A lakásod csinos. És remélem, senki sem látott meg. Ó, két hét óta először érzem igazán jól magam. Most nyugodt vagyok. A férfi, aki eddig a meglepetéstől némán merett rá, keményen elkapta csuklóját. Elég! Kiáltotta. Dita megpróbálta kiszabadítani a kezét. Nem sikerült. Nyugodtan halkan mondta. Ne erőlködj! Új oldalról akarsz bemutatkozni. A sima szavak mögött parkettáncos durvaság van. Erezd el a csuklómat. Fáj! A férfi gépiesen engedelmeskedett. Olyan zavarban volt, hogy Dita szinte megsajnálta. Ne haragudj! Mondta. Te nem tehetsz róla. Te most is a régi vagy. Én változtam meg. Nem kellett volna eljönnöm. Talán kompromittálom is magam. De meg kellett mondanom ezt. Elmúltál, mint egy érdekes, de nyugtalanító álom. Nagyon kíméletlen vagy. Igazad van. Bocsáss meg! Már megyek! Kezet nyújtott a férfinek, de az nem fogta meg a feléje nyújtott kezet. Egy pillanatig csend volt. Szótlanul nézték egymást, aztán Rita vállat vont és kilépett az erőszobába. A következő pillanatban rémülten ugrott vissza. Henry lihegte. Valaki kint van az ajtó előtt. Kulcsa van. Már nyitja is az ajtót. A férfi, aki még most is mozdulatlanul állt, felkapta a fejét. Lia! Mondta. Nem szabad, hogy... Megindult kifelé, de elkésett. Az ajtó felpattant és a küszöbön megjelent az a magas, vörös hajú nő, akivel a kaszanovában táncolt. Az asszony egy pillantással felmérte a helyzetet. Arca megvonaglott a dütől és pillanatokig nem tudott szóhoz jutni. Mikor végre megszólalt, hangja reketten csengett. Csirkefogó. Mondta. Henry egy lépést tett feléje. Lia. Aljas, gazember, bitang makró vagy. Hát ezért nincs időd egy hét óta a számomra. Ezért rázol le a legképtelenebb kifogásokkal. A hölgyike miatt. A hölgyike, úgy látom, privát. Új szerzemény. Lia azonnal menj el innen. Kidobsz? Emiatt a csirke miatt? Engem akarsz kidobni, aki? Lia. Mi az? Miért vagy felháborodva? Szégyelled magad az új szeretőd előtt. Nem a szeretőm. Most van itt először? Most jött? Már készült is menni? Véded! Engem sosem akartál megvédeni? Magamat védem! Menj el most! Nem megyek! Jó volna, ugye, ha most magatokra hagynálak benneteket? Dita előre lépett. Kérem, önfélreért egy helyzetet, amely? Nem, rikoltott Lia. Nem értem félre. Biztos vagyok a dolgomban. Úgy látszik, magának több a pénze, kedvesem, mint nekem. A férfi egy ugrással előtte termett. Hallgas! Ordította. És takarodj? A nő azonban se látott, se hallott. Több a pénze, mint nekem, mi? Mert engem már kifosztottál. Most ki akarsz rúgni, mert már semmim sincs. Dita felé fordult. Legyen nyugodt, fiam. Ha magától is elszed mindent, magát is ott hagyja. Kirúgja, mint engem. Elhallgatsz végre, te, te rongyé. Felemelte a kezét és teljes erejéből pofonvágta az asszonyt. Dita rémülten állt egy helyben, mintha lábai földbe gyökereztek volna. Torkát folytogatta a sírás. Most belátott a kurisszák mögé. Most látta, hogy minden, ami ezen a férfin eddig szimpatikus volt neki, nem volt egyéb állarcnál, egyszerű máznál, amely most lepattogzott és kilátszott alul a sejem fiú kíméletlenség. Lassan hátrált az ajtóig. Még látta, hogy Lia megtántorodik az ütéstől és arcához kap, aztán sikoltást hallott és reket durva ordítozást, székek zuhanását és ütések zuhogását. De ekkor már az előszobában volt, feltépte az ajtót és leszaladt a lakáshoz vezető néhány lépcsőfokon. Minden óvatosság nélkül, meggondolatlanul szaladt ki a kapun. Csak nem összeütközött Lukács Elli édesanyjával. Még látta, hogy az asszony meg akarja szólítani, ő azonban eltakarta az arcát és szó nélkül elsuhant mellette. Le fogom tagadni. Gondolta még, amikor félájultam végigdőlt egy taxi ülésén. Igazán sajnálom, kedves Henry, hogy miattam került ebbe a kellemetlen helyzetbe. Sokért nem adnám, ha ez nem történt volna meg. Mondanom sem kell, hogy nekem is végtelenül kellemetlen volt a dolog, hiszen, mikor kérésének elegettéve téve, felmentem a lakására, fogalmam sem volt róla, hogy ilyen jelenetben lesz részem. Felejtse el, hogy ott voltam, sőt nagy szolgálatot tenne nekem, ha azt is elfelejteni, hogy egyáltalán ismertük egymást. Epizód volt az életünkben ez a két hét és ne is akarjuk, hogy több legyen. Henry bosszúsan gyűrtéje össze a levelet. Na, mondta rekedten, ilyen könnyen nem ússza meg a dolgot a kisasszony. Még nem végeztünk. Második rész. A dráma. Az Úri utcai bánki palotában inasok és szobalányok végezték az utolsó simításokat. Ma tartották a nagy estét, Dita búcsú estét. Ehhez mérten a meghívottak háromnegyed része a fiatalság táborából regrutálódott. A fennmaradó egynegyed részt a rokonok és közvetlen ismerősök tették. Bánkinél lassan, nyugodtan öltözködött. Nyugalma azonban látszólagos volt időnként nagyon összeszorult a szíve. Holnap, korán reggel a másik gyermeke is kirepül a fészekből. Egyedül maradnak ketten. Kétségtelen, hogy az ura mindenképpen megpróbálja majd elfelejtetni vele ezt a veszteséget, de azért, de azért nagyon nehéz elviselni. Mindegy. Ditából nagy művész lesz. Zongora virtuóz. Ez az egy év okvetlenül kell Rómában. Ó, egy egész esztendő! És aztán? Jaj, hiszen azután jönnek a koncertek. A turnék! Bele kell törődni, hogy Dita csak látogatóba fog hazajönni olykor? A fiatalság kegyetlen! Hideg számítással alakítja a sorsát? Ha el kell menni, elmegy! Nem sokat törődik vele, hogy az otthon maradt szülőknek milyen üres lesz a lakásuk és az életük. Bánkiné felsóhajtott. Az ő boldogságuk és boldogulásuk a fontos. Gondolta rezignáltan. Érzelmi motivumoknak itt nincs helyük. A komorna serényen tetvet körülötte. Felhúzta a cipőjét és kézhez adta a parfümös üveget. Bánkiné megállt a tükör előtt. Elégedetten látta, hogy nem szokványos bók, amikor a lánya nővérének nézik, ha végigmennek a Váci utcán. Az estéi ruha pompásan át kifogástalan termetén. A haja olyan szőke volt, mint ditáé, egyetlenő szál nélkül, arca sima, alakja telt, szeme fiatalos. Megint felsóhajtott. Hiába minden. Magamra hagyott öregasszony leszek, aki a gyermekei után kesereg. Parancsol még valamit a kegyelmes asszony. Kérdezte a komorna. Nem kell semmi, fiam. Illetve azt a kis aranytűt kérem, azt a kígyó alakút. Azt hiszem, jól állna ehhez a ruhához. Igenis. Hol is láttam csak? Persze a kisasszonynál van. Tegnap felvette, mikor a koncertre ment. Azonnal elkérem. Ne bántsa, fiam. Majd elkérem én. Úgy is meg akarom nézni, ha már felvette az új ruháját. Néhány csepp parfümöt öntött egy parányi batiszt sepkendőre és elindult Dita szobája felé, mely a halból nyílt. A halban valami különös érzés fogta meg. Fogalma nem volt róla, hogy mi az, amit érez. Egyszerre furcsán nyugtalan lett. Dita ajtajához ért. Már rátette a kilincsre a kezét, mikor hangokat hallott a szobából. Dita beszélt. A legnagyobb gazság volt engem arra kényszeríteni, hogy ide bereszem. Megírtam magának, hogy mi végeztünk egymással. Mit akar? Tönkre akar tenni? Kemény férfi hang hallatszott. Nem szeretem a nagy szavakat. Hagyjuk ezt. Eljöttem, mert el kellett jönnöm. Elhiheted, hogy nem szívesen tettem. Magam is jobban szerettem volna, ha te jössz fel hozzám. A botrányt én is szívesebben kerülöm el. Egy azonban biztos. Még botrány árán is megakadályozom, hogy elutazz. Bánkiné az ajtó előtt megmerevedett a rémülettől. Meg kellett támaszkodnia, hogy el ne essen. Hallotta, amint Dita hangja élesen csattan. Meg akarja akadályozni, hogy elutazzam? Szeretném tudni, hogy milyen jogon? Igen. És meg is fogom akadályozni? Hogy milyen jogon, azt kérded? Egyszerűen azon a jogon, hogy nem akarlak elveszíteni. Mert szeretlek. Nem tudok és nem akarok nélküled élni. Ajánlom, hogy nagyon vigyázz magadra. Mi az, fenyegetődzik? Igen, fenyegetőzöm. Te túlságosan bízol magadban. De ha én megpróbálnám kihasználni azt a tényt, hogy fent voltál a lakásomon. Aljas! Aljas, zsarolni akar? Nem gondoltam, hogy ilyen utolsó tud lenni. Ne merjen hozzám érni. Takarodjon innen. Na, ilyen könnyen nem szabadulsz, fiacskám. Mi még nem végeztünk. Mit akar hát? Mit akar tőlem? Már mondtam. Ne utazz el. Dita idegesen, idegenszerűen nevetett. Nem, ezt maga sem gondolhatta komolyan. A karrieremet, az egész jövendő életemet tegyem tönkre maga miatt. Ez igazán nevetséges. Te? Ne feszítsd a húrt végletekig! Megjárhatod? Szeretlek! Én még nem sok nőnek mondtam azt, hogy szeretem? Ó, micsoda megtiszteltetés! A nagy Henry kitüntet a szerelmével. A népszerű lokáltáncos. Asszonyok báványa. Ismét az ideges nevetés. Bánkini előtt elsötétült minden. Szinte eszméletlenül támaszkodott az ajtóférfához. Most már értett mindent. Maga előtt látta a mulatóbeli táncost, őszülő halántékával, kis filmsztárbajuszával, kegyetlen, hidegnézésű szemével. Úgy érezte, hogy itt helyrehozhatatlan tragédia történt. A lányom! Az én leányom! Suttogta eszelős rémülettel maga elé. Hát lehetséges ez? Ez a szörnyűség! Egy bártáncos lakásán volt. A komoly, öntudatos, becsületes Dita. Hát ez! Ez maga a pokol! Bentről ismét hangok hallatszottak. A férfi beszélt. Mi ez? Ez a nagy fölény. Most egyszerre lenézel, mert lokáltáncos vagyok. Észrevetted a társadalmi távolságot. Miért szaladtál hát eddig utánam? Miért jöttél fel hozzám? Nézze, mondta Dita, mire való ez az egész? Mi értelme van ennek az útszéli veszekedésnek? Tudja, milyen közönséges? Menjen el innen, Henry! Nyugodjék bele, hogy mi végeztünk egymással. Megzavart egy időre. Azt hittem, hogy szeretem. Tévedtem. Két nagy hibát is elkövettem. Hogy fent voltam akkor magánál, és hogy belementem ebbe a mostani látogatásába. Lehet, hogy végképp kompromittáltam magam. De érje be ezzel! Ne gyűlöljük egymást! Elutazom, és el fogom felejteni. Nem utazol el. Nem akarom. Megakadályozom. Kis ideig csend volt. Aztán megszólalt Dita, nyugodtan és olyan halkan, hogy Bánkini alig hallotta. Elég volt ebből Henry. Én elutazom, erről kár vitatkozni. És aki jól jegyezze meg, aki ebben meg akar akadályozni, azt megölöm. Azt hiszem, elég világosan beszéltem. Nem teszem tönkre az életemet maga miatt. Csengettek. Bánkiné meghallotta a szobarány siető lépteit. Nem akarta, hogy meglássák. Valószínűen vendégek érkeztek. Gyorsan visszavonult a szobájába, hogy kicsit összeszedje magát a villámcsapás után, amely oly váratlanul érte. A szobarány ajtót nyitott és bevezette a vendégeket a szalomba, Bánkiné pedig ez alatt az ágyra borult és keservesen sírt. Elsíratott egy álmot, amelyet 18 éven át épített féltő A bánki palota bal szárnyában, ahol a cselédség lakott, magas, vöröshajú, nagyon sápat állt, a sötét folyosón egy ablak A Casanova mulató esténként tapsoló és elragadtatott közönsége nehezen ismerte volna fel Liát, a nagymiszter Henry partnerét ebben a feldúlt arcú, sápat, zilált hajú, dütől félájult nőben. A múltkori nagy jelenet után a férfi megígérte, hogy nem találkozik többé a priváttal. Henry úgy látszott, be is tartja a szavát, ma délután azonban levelet kapott, amitől láthatóan szörnyen dühös lett. Egy ideig izgatottan szaladgált fel és alá a szobában, egyszerre aztán felkapta a kabátját és elszaladt. Ő óvatosan követte. A férfi nem vette észre. Valami megbeszélt fütyjellel az ablakhoz csalogatta a lányt és kényszerítette, hogy óvatosan beengedje szobájába. Már több, mint fél órája bent van. Ő, Lia egy darabig felalásét állt a kapu előtt. Törte a fejét, hogyan juthatna be ő is. Az ötlet aztán váratlanul jött. Szinte magától adódott. A palota előtt autók állottak meg. Férfiak, nők vegyesen, nagy zajjal mentek be a kapun. Lia szinte öntudatlanul, gépiesen csatlakozott hozzájuk. Nem törődtek vele. Besurant a kapun, majd az ajtón is. Tized magával jött, senki sem kutatta, kihez tartozik. Egy óvatlan pillanatban behúzódott erre a sötét folyosóra. Szíve a torkában dobogott az izgalomtól. Minden erejét össze kellett szednie, hogy el ne álljuljon. Maga sem tudta, miért akart minden áron bejutni ide. Mit fog csinálni? Botrányt? Ettől nem fél, de nincs is sok értelme. Egyszerre meghallotta a férfi hangját. Felfigyelt észrevette, hogy az ablak, amelynél áll, szomszédos a szobájának egyik nyitott ablakával. Figyelni kezdett. Na, mondta a férfi, ilyen könnyen nem szabadulsz, fiacskám. Mi még nem végeztünk. Mit akarsz hát? Hallotta a leány hangját. Már mondtam. Ne utazz el. Nem, ezt te sem gondolhatod komolyan. A karrieremet, az egész eljövendő életemet tegyem tönkre miattad. Ez igazán nevetséges. Te, ne feszítsd a húrt a végletekig. Megjárhatod. Szeretlek. Én még nem sok nőnek mondtam azt, hogy szeretem. Lia halántékán és nyakán pattanásig feszültek az erek. Úgy érezte, hogy megőrül. Ennél kegyetlene bárulás nem érte még az életben. Az a férfi, akiért feláldozott mindent. Elmosódva csengett fülébe a végzetes mondat. Én még nem sok nőnek mondtam, hogy szeretem. Homlokára szorította a kezét, mert egyszerre hasító fájdalmat érzett a fejében. Én még nem sok nőnek mondtam. Én még nem sok nőnek mondtam, suttogta eszméletlenül. Egyszerre, mintha filmtekercset pergettek volna le, Megjelent előtte egy szörnyű éjszaka emléke, mikor Párizsban egy hotelszobában remegve állt előtte Henry és azt kívánta tőle, hogy áldozza fel magát érte. Henry, meg ő akkor kezdtek divatba jönni. Először voltak külföldön és szerződést kaptak Londonba is. Két nappal a londoni út előtt Henry bevallotta, hogy kártyázott és mikor elfogyott a pénze, csekket hamisított a direktoruk nevére. Ott állt előtte a hotelszobában és szaggatott hangon beszélt. Lia, meg kell, hogy értsed, ha most letartóztatnak, vége a londoni szerződésnek. Vége mindennek. Hát mit tehetek én, Henry, kérdezte ő. Mindent. Te megmenthetsz. Ha én ne haragudj, ha én más nővel mennék, azt nem kifogásolnák, hisz beráthatod, hogy a számunkén rám van bazírozva. Téged lehet helyettesíteni, de engem nem. Hisz, nem mondom, veled jobb volna, de, de neked itt kell maradnod. Itt maradni? Igen. Amíg? Amíg te rendbe hozod a dolgot. Aztán kijöhetsz utánam. Megint együtt dolgozhatunk. Ha. Értem. Szóval azt akarod, hogy vállaljam magamra a csekemisítást. Meg kell értened, Lia! Már értem! De ez lehetetlen! Kívánj tőlem bármit, de ez, ez szörnyűség! Ezt nem tudom megtenni! Lia! A karrierem, a karrierünk függ attól, hogy ennek a szerződésnek eleget tegyek. Tudom, hogy nagy áldozatot kérek tőled, és sejtettem, hogy nem lesz erőd elvállalni. Én már megoldottam a dolgot. Ha ki akarsz tartani mellettem, akkor nem hazudtolsz meg. Hát mit csináltál? Írtam egy levelet a rendőrségre. A nevedben. Ebben a levélben bevallod, hogy te hamisítottad a csekket. Könyörgöm, ne cáfold meg. Hidd el, meg fogom hálálni. Szeretlek, Lia. Szeretlek. Én még nem sok nőnek mondtam azt, hogy szeretem. Aztán jöttek a detektívek, a szörnyű kihallgatások. És neki nem volt ereje megmondani az igazat. Aztán jött a tárgyalás, aztán jött a börtön. Harry Londonban hajlongott a tapsoló közönség előtt. Ő pedig minden este, mikor zugó fejjel, fogcsikorgatva feküdt a kemény börtönágyon, sírva, zokogva, sikoltva, fuldokolva, lihegve idézte a remegő hangon elhangzott szavakat. Én még nem sok nőnek mondtam, én még nem sok nőnek mondtam. Mikor kiszabadult, Henry érte jött. Megint együtt dolgoztak. Akkor egy ideig nagyon boldog volt, és most. Lia lépteket hallott, és még jobban behúzódott az ablakmélyedésbe, de nem jött arra senki. Ahogy hátra nyúlt, hogy megkapaszkodjék az ablakpárkányban, keze valami hideghez ért. Mikor megfordult és közelebb hajolt, látta, hogy egy pamut mellett három-négy hosszú vastag acélkötőtű fekszik. Ekkor ajtónyílást hallott. Kipillantott rejtek helyéről. Látta, hogy Henry kilép a leányszobájából, és a kiárat felé siet. Henry! kiáltotta. A férfi megfordult, és csodálkozva közeledett. Fogalma sem volt róla, hogy ki hívja. Belépett a sötét folyosóra, és meglepődve állt meg. Lia! suttogta. Mit keresel itt? Mit keresel itt te? A férfi hidegen nézett végig rajta. Unom a jeleneteidet. Fejezzük be egyszer és mindenkorra. Mondta. Azt hiszem, legjobb lesz, ha mint partnerek is elválunk. Ide jönni egy idegen házba. Csoda, hogy még eddig nem láttak meg. Menjünk gyorsan. Nem. Még maradunk. A csenédség el van foglalva oda át. Intézzük itt el. Szóval elválunk. Mint partnerek is. Ez lesz a legjobb. Úgy. A legjobb. A nő arca most már viaszfehér volt, mint a fehéren is zóvas. Tehát ez lesz a legjobb. Hát ide hallgas Henry. Te még nem sok nőnek mondtad, hogy szereted, de egy biztos, hogy ma mondtad utoljára. A férfi valami különös fényt látott elvillanni a feléje szikrázó zöld szempárból. Hátra Mit? Mit akarsz? Lia görcsösen markolta az egyik kötőtűt. Hüvelykúja rászorult a tőű gombjára. Érezte, hogy izmai megfeszülnek. Teste megvonaglott. Mit akarok? Sziszegte. Ezt? Karja a magasba lendült. Valami villant a fél homályban. Vad erővel döfött. Érezte, hogy a hatalmas tőjű puhán szaladt keresztül a ruhán és még valamin. Henry egy pillanatig mereven állt. Hangtalanul, csodálkozva merett az előtte álló asszonyra. Különös borzongást érzett egész testében. Keze valami támaszték után kaparászott. Nem zuhant el, hanem megrodgyanó térdel lassan leereszkedett a földre. Kinyitotta a száját, de nem jött ki hang a torkán. Még lejjebb csúszott. Feje nagyot koppant a padlón. Aztán csend lett. Most lépések hallatszottak és liát megfagyasztotta a rémület, de a lépések nem közeledtek, hanem távolodtak. Éveknek tűnő másodpercek teltek el. Lia ott állt a holtest mellett és öklébe harapott, hogy meggyőződjék róla, nem valami rettenetes árome, amit az utolsó fél órában átélt. Szinte öntudatlanul törült le a homlokára gyűlt hideg verejtékcseppeket. Aztán nem bírta tovább a rázuhant szörnyű csendet. Kisurrant a halba és anélkül, hogy bárkivel találkozott volna, halkan betette maga mögött az előszoba ajtaját. Dita, verebes doktorral táncolt és Bánkini egy karosségben ülve, elborultan nézte. Egy barátnője ült mellette és beszélt hozzá, de ő nem hallotta. Nézte a lányát, aki ilyen borzasztó meglepetésben részesítette. Lehetséges, hogy ez az én lányom? Gondolta. A férje lépett hozzá. Valami baj van, drágám? Kérdezte. Rossz kedvűnek látszol? Az asszony végig simított a homlokán. Semmi különös, Péter. Fáj a fejem. Kis ideig beszélgettek, de bánkinénak ma nem volt türelme sokáig egy helyben ülni. Felkelt, végig sétált a termen, aztán kiment a halba. Fejfájása már olyan elviselhetetlen volt, hogy elhatározta, hogy bevesz valamit. Besietett a szobájába, de nem találta a szokott csillapítószerét. Csengetett, de a komorna nem jött be. Ismét csengetett. Pár percig türelmetlenül várt, aztán ingerülten elindult, hogy megkeresse a komornát. Mikor a cselétség szobáihoz vezető folyosóra lépett, megbotlott valamibe. Lehajolt. Keze valami puha tárgyhoz ért. Nagy önuralommal folytotta el a feltörni készülő sikolyát. Gyors mozdulattal a villanykapcsolóhoz lépett. Felpattantotta. A villany csak egy pillanatig égett, aztán ismét homály borult a folyosóra. Bánkiné hátradőlt és megtámaszkodott a falban. Úgy érezte, hogy azonnal elájul. Egyetlen pillantásra felismerte a mulatóbeli táncost. Azt is látta, hogy a férfi már nem él. A kiálló hatalmas kötőtű a szíve fölött mindennél világosabban és érthetőbben beszélt. Hosszú másodpercig úgy állt a falhoz támaszkodva, mint a szélütött. Ez nem igaz! suttogta lázasan és félig eszméletlenül. Nem igaz, nem igaz, nem igaz! a tagjain végigfutó gyengeség teljesen megbénította. Egy két percig gondolattalanul állt, aztán eszmélni kezdett és úgy jajdult fel, mintha váratlan ütés érte volna. Dita! Kiáltotta. Dita ölte meg? Igen, ehhez nem fér kétség. Hiszen ő percekig hallgatta a veszekedést. A lány szakítani akart mindenáron, a férfi nem nyugodott bele. Az, hogy idejött, szintén emellett szól, Dita érezte, hogy a karrierje az egész élete forog kockán. Emlékezik rá, hogy a lány hidegen és nyugodt eltökéltséggel mondta. És aki, jól jegyezd meg, aki ebben meg akar akadályozni, azt megöröm. Megölte? Sikoltott benne a kétségbeesés. Megölte és ezzel megölte önmagát is. Vége a szép, fiatal életének. A sima, gondtalan életének. Visszavonhatatlanul elrontotta. A gyengeségi roham elmúlt. Az asszony arca megkeményedett. Elszánta magát élete legnagyobb és legveszélyesebb játékára. Energiája visszatért. Kinyitotta a folyosóról nyíló kis ajtót, mely egy lomtárba vezetett. Lehajolt, megragadta a férfi karját és be akarta vonszolni a kis szobába. Pár pillanat múlva lihegve, erőtlenül hagyta abba. A holtest olyan súlyos volt, hogy meg sem tudta mozdítani. Mit tegyen? Itt nem hagyhatja, mert valamelyik inas, vagy szobalány erre jöhet és okvetlenül belebotlik. A felszolgálással rövidesen végeznek odabent, és akkor elkerülhetetlen, hogy valamelyik ne jöjjön ide. A holttestet egyedül nem tudja bevinni. A komornának szóljon? Régi, hűséges teremtés, de azért. Nem, nem ez komoly dolog. Márpedig tenni kell valamit mindenáron. Ditát megmenti még az élete árán is. A férje. Egy pillanat alatt határozott. Igenis a férjének szól. Az ő segítségét kéri. Neki is kötelessége, hogy segítsen ezen a szerencsétlen megtévedt gyermeken. Nem habozott tovább. Gyors léptekkel ment a fogadóterem ajtajához és magához intette a férjét. Parancsolsz drágám? Kérdezte a miniszter. Péter, ne kérdezz semmit, csak segíts nekem. Később mindent megmagyarázok, és most azonban gyere. Nem értem. Majd megérted később. Nem veszíthetünk egy percet sem. Kézen fogva húzta az urát maga után. Mikor a félhomályos folyosóra ért, felkattantotta a villanyt. A férfi felhördült. Klári! A villany kialudt. Az asszony lihegve, szaggatottan suttogta. Segítened kell, Péter! Be kell vinnünk ide! Egyedül nem bírtam! Péter, könyörgöm! De mi történt itt? És hogy került ide ez az ember? Tudni akarom! Később, Péter, később! Majd azután, ha! Bánki szó nélkül lehajolt, megragadta a holttestet a két hóna alatt, és nagy erőfeszítéssel behúzta a kis szobába. Halálsápadtan jött ki. Az asszony, George, remegő kézzel becsukta az ajtót és kihúzta a zárból a kulcsot. Most beszélj! mondta a férfi. Mondj el mindent! Igen. De nem itt! Gyere be a szobámba! És a vendégek? Tíz percig nélkülözni fognak bennünket. Bementek az asszony szobájába. A férfi a felesége szemébe nézett. Szeretném, ha megmagyaráznád, Klári. Bánki nékeskeny, fehér kezével végig simított a homlokán. Remegő hangon mondta. Péter, itt rettenetes dolog történt. Nem tudom, tudod-e, ki ez a férfi, akit? Tudom, vágott közbe Bánki. Ráismertem. A kaszanova mulató táncosa. Ne erről beszélj, hanem arról, hogy ki ölte meg. Egy pillanatig csend volt. Aztán megszólalt az asszony. Én? Bánki felugrott. Üveges szemmel bámult a feleségére. Te? Klári, tudod, mit beszélsz? Eszednél vagy? Tudom, mit beszélek. Igen, én öltem meg. Hallgass meg, Péter! Elmondok mindent. Ez a férfi, ennek a férfinek Dita a szeretője volt. Micsoda? Honnan veszed ezt? Mi történik itt? Hallgass végig. Ma este tudtam meg. Be akartam menni Dita szobájába. Hangokat hallottam. Ő volt bent. Meg akarta akadályozni, hogy Dita elutazzon. Erőszakoskodott. Én, én kint hallgattam. Mikor kijött, félrevontam. vontam. Felelősségre vontam. Aljas volt, közönséges és goromba. Elvesztettem a fejem, fenyegetődzött, zsarolni akart, akkor már nem tudtam, mit teszek. Egy kötőtű került a kezembe. Magam sem tudom, hogyan. Beledöftem. Hang nélkül összeesett. Elhallgatott és kezébe temette az arcát. A férfi látta, hogy közel van az idegrohamhoz. Felállt, vizet töltött és odaadta az asszonynak. Így jár egy kicsit. Bánki névott egy kortyot és hárás pillantással adta vissza a poharat. Csend volt. Bánki nagy léptekkel járkált a szobában. Halántékán kidagadtak az erek. Arca szinte eltorzult a kétségbeeséstől. Öntudatlanul nyúlt a cigaretta után, de keze úgy reszketett, hogy nem tudott rágyújtani. Végre megállt az asszony előtt. Mit akarsz most tenni? Bánkiné nem felelt, kétségbeesett mozdulatot tett. Mégis? Hát csak van valami terved. De Péter? Jajdult fel az asszony. Hát, hogy tudsz ilyen kérdésekkel kínozni? Hát lehet nekem tervem? Azt hiszed, tudok gondolkozni? Hiszen csak most eszmélek rá, hogy mit tettem? Én arra várok, hogy te segíts? Rettenetes! Én még most sem mocsudtam fel. Azt hiszem, hogy álmodom? Lidérsz nyomásom van. Ha elgondolom, az asszony kétségbe esetten vágott közbe. Péter, itt most nincs helye logikus, józan gondolkozásnak. Ditáról volt szó. Ditáról, érted? Te talán különb lettél volna. Te nem öltél volna. Bánki halántékán megduzzadtak az erek. De igen. De nem ezt a csirkefogót. Hát kit? Ditát. Péter. Megőrültél? Nem félsz az Istentől? Igenis, ditát. Megérdemeltük tőle ezt. Ezt tanulta nálunk? Ezt a gyalázatosságot? Gyilkosságba kergetett téged, és én még elnéző legyek. Ne beszélj így, Péter. Talán nem is tehet róla. Gyenge volt. Nem bűnhődhet egész életében egy rossz pillanatért. Próbálj lehiggadni. Próbáljunk kieszelni valamit. Hogy mit tegyünk? Bánki legyűrtéje izgalmát. Keményen, határozottan mondta. Nincs erről mit beszélni. Természetesen magamra vállalom. Drágám! Köszönöm. Nagyon, nagyon köszönöm. De persze erről szó sem lehet. Miért? Mert én nem akarom. Ugyan. Nem elég, hogy én akarom. Nem, drágám. Mindjárt megmagyarázom. Először is talán csak hetek kérdése, hogy újra tárcát vállalj. Lemondok róla. Nem mondasz le. Ne feledkezz meg arról, hogy van egy fiad, akiből diplomatát akarsz faragni, és aki a legjobb úton van, hogy az is legyen. Mi lenne belőle nélküled? Nem elég, hogy meghurcolják a nevét. Milyen sorsa volna, ha magára is maradna? Bánki hallgatott. A harmadik oké pedig egyszerűen az, hogy nem tudnám elviselni, ha ártatlanul szenvednél miattam. Klári, ez igazán nem fontos. Nem, drágám, ne beszéljünk erről többet. Az érveim, különösen, ami a fiadat illeti, azt hiszem, eléggé meggyőzőek. Én most már csak egy dolgot kérek tőled. Mit? Könyörgöm, egyezz bele, hogy csak reggel vonjam le a konzekvenciáit annak, amit tettem. Dita korán reggel elutazik. Nem szabad megtudnia semmit. Tönkretenni a dolog. Az ő fiatal lelke nem bírna el ilyen emóciókat. Ugye, megteszed ezt nekem? Hogyan? Hogy érted azt, hogy? Levonod a konzekvenciákat. Az asszony szomorúan elmosolyodott. Ne félj semmit, nem akarok öngyilkos lenni. Nem, nem csak gondolom, reggel ha, ha már Dita elutazott, felhívjuk telefonon a rendőrfőkapitányt is. Ő majd megmondja, mi a teendő. Borzasztó ez, Klári? Nem, Péter. Ez a leghelyesebb. A főkapitány jó barátunk. Meglátod, nem is fognak rosszul bánni velem. Ugye, beleegyezel, drágám? Dita kedvéért, akiből még rendes ember lehet. Ugye, megteszed? Természetesen. De nem foglak magadra hagyni. Légy nyugodt, melletted leszek. Ha már így akarod. Igen, így akarom. És köszönöm. Nagyon kérlek, ne szólj egy szót sem ditának, ne tégy neki szemrehányást. Most pedig menjünk vissza a vendégekhez. Lia félig tébolyodottan témfergett az utcán. Nem törődött a sűrűn hullóhóval. Kínos erőlködéssel vonszolta magát előre. Szeme előtt állandóan ott fehér lett Henry halálrédermet, sápa tarca. Maga előtt látta a hatalmas acélkötőtűt, amint villogva lecsap és keresztül szalad a ruhán. Az intenzív látomás úgy megrendítette, hogy felsikoltott és futni kezdett. Közben egy pillanatra eszébe villant, hogy már bent kellene lenni a lokában. Aztán keserűen elmosolyodott. A lokában? Henry nélkül. Ez igazán mulatságos. Szinte öntudatlanul félhangosan mondta. Hölgyeim és uraim, világhírű műsorszámunk ma este gyilkosság miatt elmarad. Gyilkosság miatt. Gyilkosság miatt. Hölgyeim és uraim. Elmarad. A Duna parton járt. Dermesztő északi szél süvöltött át a fák között. Nem érezte. Mélyen keresztül hajolt a korláton és mereven nézte a zajló Dunát. Nana, fiatal asszony, nem jó olyan sokáig nézegetni a Dunát, baj lehet belőle. Lia összerázkodott és felemelte a fejét. Hatalmas termetű, primvalléros rendőr állt mellette. Jó indulatúan mosolygott. Úgy ám, baj lehet. Csak nem akar talán meghalni. Ilyen szép fiatal hölgy. Hát mi történt? Elhagyta a vőlegénye. Ne féljen semmit, minden újjára akad, akár tíz is. Amint látom, nyomor sincs jelen. Akinek ilyen szép bundája van. A fiúval, mondom, ne törődjék. Na, menjen szépen haza. Úgyni. És nevessen az egész világon. Úgy úgy, menjen csak. Na, jó csak át. Csak semmi sírás. Az egész dolog nem ér annyit. Ezt én mondom, Kovács 14 András törzsőrmester. Elégedetten nézett a távolodó nő után. Jól van öreg Kovács Andris. Megint megmentettél egy ember életet. Lia pedig nagy erőlködéssel vonszolta magát előre, mindig csak előre, kimerülten, cél és terv nélkül, letargikusan és eszerősen suttogta. Elmarad, hölgyeim és uraim gyilkosság miatt, gyilkosság miatt. Gyilkosság miatt. Bánkiné mereven és szótlanul nézte Ditát, aki két lány és három fiú között ült és nevetett. Bámulatos. Gondolta! Hát miből vannak ezek a mai fiatalok? Hol vették ezeket a hajókötél idegeket? Ilyen nyugodtan, ilyen zavartalanul nevetni, beszélgetni, flörtölni, két-három órával azután, hogy, és nem törődni vele, hogy mi lesz? Még csak arra sem kíváncsi, hogy ott van-e még a holttest. Szinte hihetetlen! Aztán az urát nézte, aki sápattan, remegő kézzel gyújtott egyik cigarettáról a másikra és időnként biztató, megnyugtató pillantásokat küldött feléje. Közben a gyönyörű gramofon angol táncslágerek ritmusai és szinkópái hullámzottak elő, nevetgélés, csevegés, pohárcsengés és kanálcsörgés hangzott. A kulcsal lezárt kis szobában pedig hidegen és mozdulatlanul feküdt egy halába dermed férfi. Hajnali fél öt volt. Az utolsó vendég is elbúcsúzott. Bánki összetörtenült íróasztalánál. Az asszony viszont rettenetes erővel nyugalmat erőszakolt magára és belépett Dita szobájába. Hideg volt. Bánkiné fázósan burkolózott sejemkendőjébe és az ajtóhoz támaszkodva figyelte, hogy Dita az utolsó simításokat végzi csomagjain. Rossz színben vagy, anyus? Fáradt vagy? Kérdezte a reány. Igen. Fáradt vagyok. Azonnal készen leszek, drágám. És nem fogtok kikísérni a vonathoz? Nem engedem. Ki vagytok merülve és le fogtok feküdni? Nem, fiam, én kikísérlek. Apa azonban, csak ugyan fáradt. Ő itthon marad. Dita elkészült a csomagokkal és anyjához fordult. Szeretném, ha leülnél, Anyus. Mondani akarok valamit. Az asszony megrezzent. Most következik a vallomás. Csak beszélj, Dita. Nem ülök le. Jobb itt az ajtónál. Dita elé állt. Nagyon nehéz megmondanom, Anyus, de nem tudok így elutazni, muszáj. Csak beszélj nyugodtan, Dita. Hallgatom. Anyus. Nekem, hogy is mondjam, udvarolt egy férfi egészen rövid ideig. Egy pillanatig várt, aztán mikor az asszony nem szólt közbe, kicsit biztosabb hangon folytatta. Igen, egy férfi. Talán nem is volna fontos, hogy megmondjam, hogy kicsoda, de miért titkoljam most március. Talán emlékszel még arra a táncosra a kaszanovában? Igen. Emlékszem. Megismerkedtem vele. Egy őrült pillanatban felmentem hozzá. Nyugodtan mehettem, bíztam az erőmben. Nem is lett volna semmi baj, de akkor odajött a barátnője. Nem sokára, hogy én megérkeztem. Nagy botrányt csinált. Én megszöktem. Kiszaladtam a kapun és csak nem beleütköztem Eli mamájába. Látta, hogy honnan jövök ki. Talán az utcára kiszűrődő lármát is hallotta. Esetleg kombinálni kezdett, ezt meg kellett mondanom. Ne lepődj meg, ha egyszer említi. Kis szünetet tartott. Nehéz volt elmondanom, de tudom, hogy neked még nehezebb volt végighallgatnod. Bocsáss meg nekem, anyus! Rendben van, Dita, mondta Bánkini hideg hangon. Köszönöm. Ami ezt az embert illeti, ne félj, nem fog többé zavarni bennünket. Bánkiné felkapta a fejét. Nem. Ezt igazán nem hiszem. Mondta különös hangsúlyjal. Tudni illik, be kell vallanom, hogy itt volt, itt volt ma este és meg akart akadályozni, hogy elutazzam. Bánkiné előre jött az ajtótól egy lépést. És kérdezte izgatottan. Megmondtam neki, hogy végeztünk. Hogy nem ér nekem annyit az ő egész élete, mint a karrierem. Elküldtem. Elment és nem kell többé törődni vele. Nem volt köztünk semmi és nem is lesz. Az asszony sápadtan visszadőlt az ajtóhoz. Gyáva! Gondolta, de aztán megsajnálta egy kicsit a lányt. Nincs több mondani valód. Kérdezte. Nincs, anyus. Úgy tehát nincs. Gondolod, hogy egész őszinte voltál? Hogy elmondtál mindent? Dita elámult. Igen. Nézd, Dita, én minden tekintetben mellette állok és segítségedre vagyok. Nem hagylak el. Megvédtek. Még akkor is, ha nem csak annyi történt ennek a férfinek a lakásán, mint amennyit bevallottál. Biztos vagy benne, hogy mindent elmondtál? Igen, Anyus, mondta a lány csodálkozva. Bánkini bólintott. Helyes, mondta hidegen. Légy nyugodt. A szeretetem változatlanul a tied. De, ha nem veszed rossz néven, csak ugyan nem kísértek ki a vonathoz. Nagyon elfáradtam. A búcsúzásnál Dita sírt. Érthetetlennek találta, hogy ezt a kis megbondolatlanságot, amit elkövetett, ilyen elviselhetetlen mecszű hidegséggel büntetik. Hiszen csak ugyan hiba volt, amit csinált, de mégis egy egész évre megy el. Egy évig nem látják, és mintha egy idegen búcsúzna. Apja könnyedén megcsókolta a homlokát és nem nyújtott kezet, az anyja pedig csak megérintette ajkával az arcát, és aztán rögtön elfordult. Ditából kitört az okogás. Kétségbeesve esve kiáltotta. Miért teszitek ezt velem? Hát olyan rettenetes, amit tettem. Az asszony csak egy pillantással felelt. Dita lehajtotta a fejét és kisurrant az ajtón. Levonszolta magát a lépcsőn és beült az autóba. Ez az éjszaka nem csak a bánki palotára hozott izgalmakat, hanem a kaszanova mulatóba is. 12 óra volt, mikor a mulató művészeti vezetője izgatottan nyitott be a Harry Duo öltözőjébe. Meglepődve hökölt hátra. Mi ez? Mondta, hol van Harry? Lia úgy, ahogy valami megmagyarázhatatlan ösztönnél fogva felvánszorgott ide, kalapban és bundában ült egy széken. Az asztalra borult. Könnyei végig folytak az arcán. Hangtalanul sírt és egész testében reszketett. Mi ez? Ismételte a rendező. Mi van veled, Lia? És hol van Henry? Lia felemelte a fejét. Ránézett és nem felelt. Miért nem beszélsz? Tíz perc múlva a ti számotok következik. Hol van Henry? Lia mereven bámult a levegőbe. Eszelősen suttogta. Elmarad, hölgyeim és uraim. Elmarad. Mi marad el? Miért nem felelsz? Hol van Henry? Henry? Hol van ő már? Na, mit gondolsz, hol van? Reketten nevetett. Egy kis baleset érte. A rendező egy pillanatig nézte a félájult nőt, aztán kiszaladt az öltözőből, és megkereste az igazgatót. Direktor úr, valami baj van Henryvel. Liával nem lehet beszélni. Azt hiszem, nagyon komoly a dolog. Én beszélek az ügyeletes rendőrtisztel. Vagy felhívom a rendőrséget? Nem. Jó lesz a rendőrtiszt is. Szólj neki! A rendező körülnézett és elindult egy kis sarokasztal felé. Pár szót súgott a rendőrtiszt fülébe. A rendőrtiszt bólintott. Felállt és kiment. Egy perc múlva bekopogott via öltözőjébe. Na fiam, mondotta, nyugodjon meg és mondjon el szépen mindent. Hol van a partnere? Péter, drágám? Én már át is öltöztem. Hiszen értem, fognak jönni. Most pedig hívt fel a főkapitányt. A férfi mély lélegzetet vett. Igen. Mondta sóhajtva és a telefon után nyúlt. Kopogtak az ajtón, és a komorna lépett be. Bocsánat, kegyelmes asszony! A kegyelmes urát keresi két úr. Most hajnalban? Micsoda dolog ez! Igen, kegyelmes úr kérem, ne tessék haragudni. De azt mondták, hogy a rendőrségtől jöttek. Bánkiné összerászkódott. Helyes. Küldje be az urakat. A komorna kiment és két férfit vezetett be. Az egyik előre lépett, összeütötte a bokáját és meghajolt. Kegyelmes uram, doktor Takács főfelügyelő. Engedelmükkel, a kollégám dr. Tóth felügyelő, kegyelmes asszonyom. Bocsánat, hogy ilyen szokatlan időben bátorkodunk, de a dolog nagyon fontos és nagyon komoly. Egy gyilkosság ügyében nyomozunk. Bánkiné nyugalmat erőltetett magára. Foglaljanak helyet az urak! És parancsoljanak velünk! Ebben a házban, kegyelmes uram, gyilkosság történt. Bánkiné halásápattan dőlt hátra a székén. És? A holtest, bármi hihetetlenül is hangzik, itt van a házban. De kérem, honnan tudják ezt önök? A gyilkos jelentkezett a rendőrségen és részletes vallomást tett. Bánkiné elsápadt. Arra gondolt, hogy Dita az ő hideg és elutasító bánásmódjuktól elkeseredve jelentkezett. Épp meg akart szólalni és kijelenteni, hogy ő a gyilkos, mikor doktor Takács folytatta. A gyilkosságot egy Sándor Lia nevű artistanő követte el, aki idejött az áldozat után, mert bocsánat, ezt ígérem, egész diszkréten fogjuk kezelni, mert az áldozat udvarolt az önök leányának. Nem éltóztassanak megijedni. A tettes vallomásából azt látjuk, hogy az egész dolog nem volt túlságosan komoly. A tettes idejött az áldozat után, a halban megleszte, szóváltást támadt köztük, és egy kötőtűvel erős felindulásban leszúrta. Rosszul van a kegyelmes asszony. Dita elhelyezte holmiát a fülkében. Megtörülte könnyes szemét, és az ablakhoz lépett. Elfásulva nézte, hogy lent a peronon emberek vannak, Férfiak, nők, akik barátot, szeretőt, rokont kísértek ki, ide, a vasúthoz. Valakit, aki elutazik. Ismét elfutott a szemét a könyv. Most még jobban érezte elhagyatottságát. Most még érthetetlenebbnek érezte, hogy szülei ilyen ridegen és visszautasítóan bánnak vele. Aztán megmozdult a hosszú kocsisor, a kerekek mind gyorsabban forognak és Dita elment az ablaktól. Leült és kibontotta az egyik reggeli újságot, amit a pályaudvaron vásárolt. Unottan és közönösen lapozgatott az újságban, egyszerre azonban megrándult, mint akit villanyütés ér. Szeme mereven és rémülten tapadt a nagybetűs címre és alcímekre. Meggyilkolták Henryt, a híres táncos artistát. A gyilkos beismerésben van. Holtest az előkelő politikus lakásán. Különös és izgalmakban bővelkedő eset foglalkoztatja a rendőrség bűnügyi osztályát. Tegnap, a késő esti órákban gyilkosság áldozata lett Henry, a híres és népszerű táncos artista, polgári nevén Kátai Henrik. A rendőrségen, amely az ügyet különleges diszkrécióval kezeli, a következőket tudtuk meg. Tegnap este negyed tizenkettőkor kellett volna parketre lépni a népszerű Henry Duónak a Casanova mulatóban. A mulató művészeti vezetője 11 órakor nem kis izgalommal állapította meg, hogy Henry még nem érkezett be a helyiségbe. Partnernőjéhez, Lia Roppóhoz fordult, hogy nála érdeklődjék a táncos iránt, a táncosnő azonban olyan izgatottan viselkedett és olyan felindult lelkiállapotban volt, hogy a rendező jobbnak látta a jelenlevő ügyeletes rendőrtiszthez fordulni. Lia Robs, polgári nevén Sándor Lia, a rendőrtisztnek is zavaros válaszokat adott és olyan gyanúsan viselkedett, hogy legokosabbnak látszott, ha az artista nőt előállítják a főkapitányságon. Sándor Lia kihallgatása folyamán többször idegrohamot kapott. Végül teljesen összeroppant és bevallotta, hogy féltékenységből megölte partnerét. A gyilkosság egyik előkelő politikusunk lakásán történt, ahova az artista nő követte áldozatát. A vallomásból kiderül ugyanis, hogy a szép Henry meglehető sikerrel udvarolt a politikus leányának. A táncos nő, akit az áldozathoz a partnerségen kívül szorosabb szálak is fűztek, a politikus villájának egyik elhagyott folyosóján felelősségre vont a szerelmesét és felindulásában egy a kezébe akadt hatalmas kötőtűvel szíven szúrta. A holtteste pillanatban még a villában van. A továbbiakra nézve már megtörtént az intézkedés. A gyilkos artista nő kihallgatása tovább folyik. Dita ernyetten eresztette ölébe az újságot. Csak lassan szedte össze magát annyira, hogy gondolkozni tudjon. Henry tehát meghalt, mégpedig náluk halt meg, ez kétségtelen. És kétségtelen az is, hogy akkor még, amikor ő otthon volt. Egyszerre rettenetes gondolat villant át rajta. Jó Isten! Mondta és halántékára szorította kezét, mert úgy érezte, hogy kipattannak rajta az erek, hiszen az anyám mindent tudott, apus is, megtalálták a holttestet is, és azt hitték, hogy én, hogy én voltam, aki, hiszen ez rettenetes. Most élesen emlékezett minden szóra, amit anyja a csomagolás közben mondott neki. Azt várta, hogy be fogom vallani? Gondolta! Azt mondta, hogy mellettem lesz? Hogy bízzam benne? Még jobban megrémült! Magára akarta vállalni! Igen, igen, egész biztos, hogy magára akarta vállalni. És azt hitte, hogy én tudom ezt. Azt hitte, hogy tudom és nyugodtan tűröm. Hogy hagyom? Most már mindent értek. Mindent. Felugrott és lázasan kapkodta le holmiát a podgyászhálóból. Csak egyet érzett. De ezt határozottan és megfelebbezhetetlenül. Hogy nem tud így elutazni? Hogy lehetetlen így egy egész évre elmenni? Hogy látni kell őket? Beszélni velük? Megmondani nekik, hogy mit is akar mondani? Nem tudja? Talán semmit? Csak megcsókolni őket? A kezüket! A vonat lassított, és csak hamar megállt. Dita leszállt. Hordár leszette a csomagjait, aztán taxi után nézett. Végre talált. Meglehetősen öreg jószág volt. Elvinne Pestre? Kérdezte. Elén, kisasszony. Ha megfizeti, még Amerikába is? Akkor menjünk, kérem. Igen, csak hogy baj van. Micsoda? Kevés a benzinem. Előbb tölteni kell. Majd útközben találunk töltőállomást. Most csak induljunk, gyorsan. Hát mehetünk éppen, ha olyan sürgős. De akkor a kisasszony fizeti a különbséget, mert úgy többe kerül. Jó, jó, megfizetek mindent, csak menjünk már, Cius. A sofőr becsapta rá az ajtót, a volán mellé ült és elindította a kopott alkotmányt. Ezek a nők? Mormogta. Ha valami eszükbe jut, akkor rögtön kell. Tökéletlen népség. Mikor a holttestet elvitték, Bánki és az asszony kimerülten roskadtak a díványra. Klári, mondta Bánki. Én most nem is tudom, mit szóljak. Az asszony ránézett. Köszönöm, hogy segítettél nekem, Péter. Jó, hogy így történt. Most már nincs semmi baj. Szép volt, hogy mellettem maradtál, amikor még azt hitid, hogy. És most? Most. Azonnal leülünk és levelet írunk annak a szegény gyereknek, akit így engedtünk el. Ilyen szívtelenül. Akinek nem hittem egyetlen szavát sem, csak azért, mert nem vallotta be azt a borzasztó dolgot, amit egy félreértés miatt neki tulajdonítottam. Most már hiszek mindent. Mindent. Levélpapírt vett elő és írni kezdett. Drága egyetlen, kicsi ditám. Ebben a pillanatban a szobarány lépett be, szokatlan robajjal. Bánkiné bosszúsan mondta. Mi az? Mi történt? Miért zavar megint? Kegyelmes asszony, bocsánat. A kisasszony. Mi van a kisasszonynyal? Visszajött. Itt van. Hol van? Itt vagyok, Anyus. Itt vagyok, drágám. Hallatszott az ajtóból. Aztán pillanatokig csak összefüggéstelen szavak, félmondatok hallatszottak egy-egy csók -egy között. Visszajöttem. Igen. Nem tudtam így. Meg kellett, hogy mondjam. Meg kellett, hogy köszönjem hiszen te, ó, milyen szomorú lehettél. Bocsáss meg! Nem, neked kell megbocsátanod, ha tudsz. Mert azt hittem, mert azt tudtam hinni rólad. Ó, most már nincs semmi baj. És te, apus? Hogy haragudtál? Igen, haragudtam, drágám. Pedig neked lett volna okod a haragra. Nem, nem. Én nagy hibát követtem el. Meggondolatlan voltam. Azért történt minden. Szomorú vagy? Kérdezte bánkiné, mikor később együtt teáztak Dita szobájában. A leány kicsit zavartan bólintott. Anyja gyöngéden a kezére tette a kezét. Szeretted? Eleinte azt hittem, hogy szeretem, de aztán rájöttem, hogy a táncába szerettem bele is, és abba, amilyen mögött a tánc mögött van. Kicsit hallgatott, aztán halkan mondta. Ez a szerelem az életébe került. Én vagyok az oka. Ne beszélj így, Dita. Te nem tehetsz róla. Ha nem te, akkor más valaki jött volna, aki. Nem mi irányítjuk a sorsunkat. Holnap elutazol, fiam. Dolgozni fogsz és el fogod felejteni. Elfelejtesz mindent? Dita lehunyta a szemét. Mindent. Mondta halkan. Lehet. Csak azt a táncot nem. Ez megmaradt belőle. Azt nem felejtem el. Soha. Vége.